Ha van különleges vitrina a kiállításon, akkor az, amely előtt most állunk, egészen biztosan az, hiszen a legjelesebb tábornokok fegyverei láthatók itt mögöttünk. Mi az, amit érdemes kiemelni közülük? Kezdjük a pisztolypárokkal. Két nagyon szép pisztolypárt tudunk bemutatni. Az egyik Damjanich Jánoshoz köthető, a másik pedig Kis Ernőnek a pisztolykészlete. A pisztolyokról csak annyit, hogy egészen műves és szép díszdobozban találhatók. A Damjanichéről tudjuk azt, hogy a Kernel József által fémjelzett fegyverkovács műhelyben készítették őket, Pesten, ez egy magyar gyártmány, és érdekessége az, hogy egészen részletgazdag a pisztolyoknak a díszítettsége, illetve maga a doboz az egészen pazarul megmaradt az utókornak, hiánytalanul. És hogyha majd lesz rá lehetőség, a kamera majd rázummal, akkor tudjuk megmutatni azt, hogy a pisztolypár mellett található felporzó, töltővessző, tisztítóvessző, a szereléshez kalapács, csavarhúzó, és kis rejtett dobozokban még lövedéket is találunk. Inkább dísztárgynak tűnik így, szinte első látásra nem valódi használati tárgynak használták ezeket? Mit lehet erről tudni? Lehetett volna használni, elsütő szerkezete működne, de ez ténylegesen egy dísztárgy volt. Mint ahogy a kisernői is, ez már egy egészen kopottas, de még mindig nagyon szép állapotban fennmaradt pisztolypár. Az érdekessége az, hogy Cseh Sziléziában gyártották, és a Legeda műhely, ahol elkészült ez a pisztolypár, és ez is részletgazdag, több szerszámmal, kiegészítővel, felporzóval maradt meg az utókornak. Itt látható a falon az a tárgy, amely az egész kiállítás első számú tárgyának mondható, hiszen ez került fel a plakátokra is. Damjanich Jánosnak a díszkardja. Meg lehet-e fogni most? Meg persze. Ezt a tárgyat? Szintén húzzunk szövetkesztyűt. Díszszabjája. Díszszabja, tehát harci cselekményben nem vett részt? Ez nem vett részt, ez inkább dísz volt, melyet a felesége hagyományozott az Aradi Erekje Múzeum részére. Egészen széles a kardlapja és gazdagon díszített fehér elefántcsont markolata van, mely oroszlán fejet ábrázol. És elég jó súlya is van. Igen, mint ahogy, hát Damjanich is egy hatalmas, nagy testű, derék katonaember volt. Hát az ő kezébe egy ilyen szabja dukál,